Az első előadónk Vékás Lajos professzor úr lesz, az előadásának a címe az Európai Öröklési Rendelet háttere, az egyes tagállamok anyagi öröklési jogának különbségei címmel. If you allow me, I would like to say a few words on Professor Vékás. It is said that there are people who don't need or doesn't need an introduction, but they can still enjoy an introduction. But I think Professor Vékás is a person who neither needs nor enjoys a long introduction. Therefore, only a couple of words. He is professor of civil law, and it is no exaggeration to say that he is the father of the new Hungarian Civil Code, vice president of the Hungarian Academy of Sciences, former rector of Eötvös Loránd University. He is doctor and professor honoris causa in Vienna, Heidelberg, Hamburg, and many more, Munich as well, in many more faculties all over the world. He is member of the Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht, Académie Internationale de Droit Comparé, Groupe Européen de Droit International Privé, and also member of the Scientific Advisory Board of the Max Planck Institute for Comparative and International Private Law. Professzor úr, felkérlek előadásod megtartását. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelt dékán úr, tisztelt elnökség, tisztelt kolléganők, tisztelt kollégák. Május 1-én lesz 20 éve, hogy hatályba lépett az amszterdami szerződés, amely oly módon változtatta meg az Európai Unió szabályrendszerét, hogy lehetővé tette, hogy a nemzetközi magánjog normáit a joghatóságra, az alkalmazandó jog meghatározására, a külföldi határozók elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályokat az Unió rendeleti formában határozza meg a résztvevő tagállamok számára. Ez volt tulajdonképpen a nyitány 1999. május 1-je, ami elindított egy egészen új fejlődést az európai nemzetközi magánjogban. Amikor ez a módosítás megszületett, akkor sokan tulajdonképpen kétségbe vonták, hogy vajon van-e egyáltalán kompetenciája az Európai Uniónak egy ilyen lépésnek a megtételére. Én személy szerint már akkor azok közé tartoztam, akik azt mondták, hogy lehet ugyan vitatkozni azon, hogy vajon az amszterdami szerződés az mennyiben konform az Európai Unió egész szabályrendszerével, de alapvetően mégis egy olyan irányt nyitott, egy olyan lehetőséget nyitott az amszterdami szerződés, ami valószínűleg ma, és valószínűleg még hosszú ideig az európai jogegységesítésnek az egyetlen reális útja. Mert az anyagi jogok egységesítése erre, dékán úr is utalt bevezetőjében, az egy hosszú folyamat. Még azokon a területeken, ahol az egyes tagállami anyagi jogoknak a különbségei meglehetősen periférikusak, mondjuk a szerződési jogban. Grossmidt Béni, ugye a legnagyobb magyar magánjogász, azt írta valahol 110-120 évvel ezelőtt, hogy az európai szerződési jogok úgy különböznek, vagy úgy hasonlítanak egymáshoz, mint egyik tojás a másiktól, vagy másikhoz. Ezt már ő akkor megállapította, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon életszerű megállapítás volt már akkor. Ennek ellenére még az európai tagállamok szerződési jogának egységesítése terén sem sikerült egy valódi áttörést elérni. Én most nem sorolom föl azokat a kísérleteket, amelyek ebbe az irányba történtek, csak utalok rájuk, ugye megszülettek, azóta több javított kiadást is megírtak, a Principles of European Contract Law, tehát egy elveknek nevezett, de lényegében egy tételes szabályokat tartalmazó összeállítás az európai szerződési jogokra, megszületett az úgynevezett DCFR, vagy DCFR,
amelyik a szerződési jogon még túlmenő ambíciókat is mutatott a jogegységesítésben, megszületett tervezett formájában az úgynevezett CESL vagy CESL, amely az európai adásvételi jogokat akarta harmonizálni. Különböző okokból tulajdonképpen ezek is csak kísérletek maradtak. És olyan területeken, mint például a mai témánk az öröklési jog, még kísérletek sem születtek az anyagi jogoknak az egységesítésére. Reális viszont az, hogy a kollíziós jogot egységesítsük, és a joghatósági elismerési és végrehajtási szabályokat egységesítjük. Ezzel ugyanis el lehet azt érni, hogy minden részes állam, minden bírósága vagy más hatósága a adott ügyben ugyanazt a jogot fogja alkalmazni. Ez az úgynevezett nemzetközi döntési harmónia, amely azt jelenti, hogy ha Firenzében dönt egy magánjogi kérdésről egy bíró, vagy Budapesten dönt egy bíró, vagy közjegyző valamely magánjogi kérdésről, akkor a rendelet szabályai következtében ugyanazt az anyagi jogot fogja alkalmazni. Mondjuk ehhez hozzáteszem, hogyha az illető bíró, vagy közjegyző, vagy más hatóság tényleg felkészült erre a feladatra. De maga a rendeletalkotás ezt a lehetőséget nyitotta meg számos területen. Csak emlékeztetek, hogy első rendelet a kollíziós jog és a eljárásjogi szabályok harmonizálására is, vagy eljárásjogi kérdéseket érintett, ezek a Brüsszel rendeletek, vagy a szerződési jogot érintették, vagy a szerződésen kívüli kötelmi jogot érintették a Róma 1 és a Róma 2 rendeletben. Aztán jöttek családjogi rendeletek, és végül 2015. augusztusában hatályba lépett az az öröklési jogi rendelet is, ami a mai tanácskozásnak a témája. És mit jelent ez még egyszer? Azt jelenti, hogy az adott rendeletet alkalmazó bármelyik tagállamnak bírája vagy más hatósága ugyanazt az anyagi jogot fogja alkalmazni, és az anyagi jogok egységességének hiánya az nem jelenti azt, hogy ahány ház annyi szokás. Mert a kollíziós szabályoknak az egységesítése eléri ezt a bizonyos nemzetközi döntési harmóniát. Most ez nem csak egy reális lehetőség, és ezért hiszem azt, most már 20 év eltelte után tulajdonképpen gyakorlati tapasztalatokra is támaszkodva, hogy helyes lépés volt az amszterdami szerződés, amely megnyitotta ezt a lehetőséget, hogy rendeletalkotással egységesítse az Európai Unió a kollíziós szabályokat, a joghatósági elismerési és végrehajtási szabályokat. Most az előadásomban arra teszek kísérletet, hogy bemutassam, hogy milyen különbségek vannak emögött az egységes nemzetközi magánjogi szabályozás, vagyis az öröklési jogi rendelet mögött az egyes tagállamok anyagi jogával. Itt mindjárt hozzá szeretném tenni azt, hogy én tulajdonképpen a terjedelmi korlátok meg a kompetenciámnak a végessége miatt az Európai Uniós tagállamok öröklési jogával kapcsolatos kérdéseket fogom itt említeni. Ehhez azonban tudni kell, hogy az öröklési jogi rendelet az egy univerzális alkalmazást kívánó rendelet, vagyis ha a tagállamokon kívüli, vagy akár uniós tagállamokon kívüli jogot kell alkalmazni, azt is alkalmazni kell. De azért mindent nem lehet 3-4 órában áttekinteni, ezért az én mondjuk látleletem az az Európai Uniós tagállamoknak az öröklési jogára fog
példákat felhozni. Miről fogok tehát beszélni? Hogy az egységes rendeleti kollíziós jog és eljárás jog mögött, amely tehát egy nemzetközi döntési harmóniát már biztosít, az alkalmazandó anyagi öröklési jogok, azok ma is rendkívüli módon differenciáltak. Na most röviden, erről egész nap szó lesz, de ezért röviden felvillantom, hogy tulajdonképpen ez az európai öröklési jogi rendelet, ez Dánia, Írország és az Egyesült Királyság kivételével, mert ezek az országok különböző kiskapuk segítségével nem vesznek részt ebben az öröklési jogi rendeletben, tehát ebben az értelemben ők nem tagállamok, hogy az Egyesült Királyság egyébként meddig és hogyan lesz tagállam, erre azt hiszem ma nem érdemes még jóslásba bocsátkozni, de az biztos, hogy Dániával és Írországgal együtt, akik az Európai Uniós tagállamok, ebben a rendeleti jogegységesítésben ez a három ország nem vesz részt. Most mit jelent a maradék egyelőre 25 ország számára? Ez a rendelet azt jelenti, hogy egységesen határozza meg, hogy melyik fórumnak van joghatósága, és egységesen határozza meg azt is, hogy milyen anyagi jogot kell az adott ügyben alkalmazni. Mondjuk úgy konkrétabban az adott hagyatékra alkalmazni. Na most van még egy szerintem fontos jellemvonása az öröklési jogi rendeletnek, az nevezetesen, hogy közös nevezőre hozza a joghatósági és a kollíziós szabályokat. Mert főszabályként az örökhagyó utolsó szokásos tartózkodási helyének a fóruma járhat el, és ugyanígy az örökhagyó utolsó szokásos helye szerinti állam jogát kell alkalmazni. Ez megint egy fontos ebben a rendeletben, hogy nem csak az alkalmazandó jog tekintetében, hanem az eljáró fórum joghatósága tekintetében is ugyanazt a kapcsoló szabályt határozza meg a rendelet. Most tulajdonképpen ezt röviden úgy lehet összefoglalni, itt a dián látható, hogy a tagállamok döntései ezen a szinten, nemzetközi magánjogi szinten összhangban vannak, egyetlen hatóság alkalmaz egyetlen jogot egy határon átnyúló hagyatéki tényállásra. Most még egy fontos jellemvonása van a nemzetközi döntési harmónia megvalósítása szempontjából az öröklési jogi rendeletnek. Nevezetesen, hogy nem a hagyaték feldarabolásának elvét követi, az előkészítés során itt nagy viták voltak ezzel kapcsolatban, hanem a hagyaték egységének elvét fogadja el. Vagyis az adott hagyatékra, az adott hagyaték örökhagyójának utolsó szokásos tartózkodási helye szerinti fórum és az adott állam öröklési jogát kell alkalmazni, akár ingó hagyatékról, akár ingatlan hagyatékról van szó. Ismeretes, hogy a másik lehetőség, amelyet például az uniós tagállamok közül még ma is követ az Egyesült Királyság, valószínűleg az ő részvételének, mármint az Egyesült Királyság részvétele elmaradásának egyik oka épp ez volt, hogy nem akarták azt megengedni, hogy az Egyesült Királyság területén fekvő ingatlanokra is az örökhagyó utolsó szokásos tartózkodási helye szerinti jogot alkalmazzák. Tehát ott mindig a hagyaték feldarabolásának erve érvényesül, és az öröklési jogi rendeletben résztvevő országok közül is korábban, tehát a rendelet hatályba lépése előtt, 2015. augusztus 17-e előtt Franciaországban is a hagyaték feldarabolásának elve érvényesült. Az öröklési jogi rendelet tehát
nem csak a joghatóságot és az alkalmazandó jog meghatározását szinkronizálja, hanem a hagyaték egységének elvét elfogadván a hagyaték egészére ugyanazt a jogot rendeli alkalmazni. Na most érnék el az előadásomnak a tulajdonképpeni központi gondolatához, hogy emögött az egységes öröklési jogi rendelet mögött milyen különbségek vannak mindmáig az egyes, a rendeletben is részes tagállamok öröklési jogában. Hát itt csak éppen fölvetítem, hogy másképp határozzák meg az anyagi öröklési jogok az adott hagyatékra kapcsolatban, hogy ki legyen az örökös, másképp határozzák meg, hogy mekkora az öröklési jogi hányad, erről majd mind részletes példákat fogok felsorolni, mekkora a végintézkedési szabadság, van-e köteles rész, és az milyen szabályokat tartalmaz, és természetesen a hagyatéki tartozásokra való felelősségi szabályok is eltérőek. Most én ezek közül, a lehetséges különbségek közül elsősorban a törvényes öröklés szabályainak az eltéréseire fogok koncentrálni. Nem beszélek a végintézkedéssel kapcsolatos szabályokról, már csak azért sem, mert az alaki követelmények tekintetében a rendelet az követi a hágai egyezményt, lényegében átveszi annak a szabályait, és ez gyakorlatilag olyan széles körben biztosítja a favor negoci elvének az érvényesülését, hogy ezen a területen olyan rettető nagy problémák, még egyszer mondom, az alaki érvényességi kérdések tekintetében nem merülnek fel az egyes tagállamokban. Mielőtt a törvényes öröklés szabályaira térnék ki, és azoknak a különbségeire mutatnék be példákat az egyes tagállami anyagi öröklési jogokban, két úgynevezett általános kérdéssel szeretnék foglalkozni. Általános kérdés abban az értelemben, hogy ezek a kérdések végintézkedési öröklés esetén is fölmerülnek, nem csak törvényes öröklés esetén. Az egyik, hogy különbség van a rendeletben részes tagállamok között, a tekintetben, hogy az ipso iure öröklés elvét fogadják el, vagy pedig valamilyen más jogcselekményt kívánnak meg az öröklés beálltához. Ugye mi már megszoktuk, hogy az ipso iure öröklés elvét követi a PTK, az 59-es PTK is, az új kódex is, de Magyarországon is, még a 20. század első felében is fölmerült az a gondolat, hogy talán az ipso iure öröklés elvé módosítani kelljen. De nem módosítottak szerencsére, ezzel ugyanis mit lehet elkerülni? A nyugvó hagyatékoknak a problémáját. Ha az örökhagyó halálával rögtön bekövetkezik a tulajdonváltozás, és az örökös az rögtön a ráeső hagyatéknak a tulajdonosává válik, örökösévé válik, akkor nincs az a átmeneti időpont, amit különböző jogi megoldásokkal hidalnak át azok az országok, amelyekben nem az ipso iure öröklés elve érvényesül. Itt fölírtam néhány példát, a miénkhez hasonló a német BGB-nek a megoldása, ott látják a paragrafus számot, de viszont az olasz öröklési jog az egy sajátos jogcselekményt kíván meg az öröklés megszerzéséhez. Oda fölírtam a Corice Civilének a 459 stb. Cikkelyeit, amelyik erre vonatkozik, és itt van a szomszédos Ausztria, ahol egy nem peres eljárást kell lefolytatni, ez a bizonyos Einantwortung, az osztrák PTK 797 stb. Paragrafusaiban, ahhoz, hogy az örökséget a örökös megszerezhesse. Az Európai Uniós tagállamok és az öröklési jogi rendeletben részes tagállamoknak a többsége viszont a miénkhez hasonló ipso iure öröklés elvét fogadja el.
A másik általános részi kérdés, az egy kicsit speciális kérdés, de érdekessége miatt úgy gondoltam, hogy ezt az előadásomban érinteni fogom. Ez a második általános részi kérdés az öröklésről történő lemondással kapcsolatos. Ez egy nagyon speciális kérdés, de szerintem adott esetben előfordulhat a magyar közjegyzők gyakorlatában is. Miről van szó? Szemben a magyar joggal, vagy a német joggal, és még néhány, főleg az osztrák és német öröklési jogot követő jogrendszerrel, vannak olyan jogrendszerek, amelyek nem fogadják el érvényesnek a lemondást. Tehát az örökhagyóval, az örökhagyó életében kötött lemondási szerződés, ugye ez a lemondás, nem visszautasításról van tehát szó, hanem lemondásról, ez a úgynevezett latin fogantatású vagy római fogantatású jogrendszerek némelyikében még ma sem érvényes. Itt kettőt emeltem ki például, az egyik a francia Code Civil, amelyik a legutóbbi módosítások után már bizonyos kivételeket elfogad, de főszabály most is az, hogy az öröklésről történő lemondást tartalmazó szerződés az érvénytelen, és hasonló úton jár az olasz Codice Civile is, amely egy bizonyos kivételt, egy viszonylag széles kivételt állapít meg, ez a bizonyos patto di famiglia, amit részletesen szabályoz az 5. fejezet az olasz kódexben, de itt is az általános szabály az, hogy az érvénytelen, hogy a öröklési lemondási szerződés az érvénytelen. Na most a öröklési jogi rendelet 25. cikke, az próbál ezen segíteni, mert egységesíti erre vonatkozóan is az alkalmazandó jogot, és azt mondja, hogy lényegében az öröklési jogi szerződés megkötése kori szokásos tartózkodási helye szerinti jogot kell az ilyen szerződésnek, lemondásnak az érvényességére alkalmazni. Tehát nem a halálakori szokásos tartózkodási helyét, hanem az öröklési lemondási szerződés megkötésekori. Na most ez bizonyos diszkrepanciákat kikerül. De nem tud segíteni ez a szabály sem, tehát az öröklési jogi rendeletnek ez a 25. cikke, akkor, amikor egy statútumváltozás következik be. Amikor tehát a lemondási szerződés megkötését követően az örökhagyó megváltoztatja a szokásos tartózkodási helyét, és tudjuk jól, hogy a szokásos tartózkodási hely ez egy viszonylag mozgó kapcsoló elv, amelyet viszonylag könnyen meg lehet változtatni, adott esetben tudatosan is meg lehet változtatni. Tehát előfordulhat az, hogy a lemondási szerződés megkötésekor a szokásos tartózkodási helye egy olyan országban van az örökhagyónak, amely elfogadja az öröklési lemondási szerződést érvényesnek, mondjuk Németországban vagy Magyarországon. De közben megváltoztatja a szokásos tartózkodási helyét az örökhagyó, ezzel egy statútumváltás következik be, mert az új szokásos tartózkodási hely szerinti jogot kell majd alkalmazni, feltételezve az örökhagyó ott hal meg. És ez a statútumváltás azt a kollíziót idézi fel, hogy az eredetileg érvényesen létrejött lemondás az az új helyzetben, mondjuk Franciaországban, vagy Olaszországban, Portugália és ezek közé tartozik az országok közé, nem lesz már érvényes. És előfordulhat persze egy fordított szituáció is, hogy eredetileg megkötött lemondási szerződés érvényes, vagy érvénytelen volt, de a statútumváltozás következtében érvénytelenné válik egy szokásos tartózkodási hely megváltoztatása folytán. Most érdekes módon ezen könnyen lehetne segíteni, de az öröklési jogi rendelet nem teszi ezt meg.
A mi új magyar nemzetközi magánjogi törvénykönyvünk 14. paragrafusa ezt a problémát generálisan elvágja, mert azt mondja, hogy a statútumváltozás az nem érinti, ha csak a törvény maga kivételt nem tesz, a eredeti alkalmazódó jog szerint megszerzett jogokon, például a lemondás érvényességén. Most az öröklési jogi rendelet nem teszi ezt. Itt fölírtam egy viszonylag friss doktori disszertációt, egy heidelbergi fiatalembernek a dolgozatát. Ez a időközben már megjelent dolgozat foglalkozik részletesen ezzel a problémával, hogy lemondás itt, lemondás ott, érvényes, nem érvényes, statútumváltás, stb. Ez volt a második általános kérdés, amit érinteni szerettem volna, és most akkor átérnék a törvényes öröklésnek a kérdéseire. Itt fölírtam szintén egy nagyon jó forrást, én is ebből a forrásból dolgoztam. Az Oxford University Press-nél megjelent könyv, ott bekeretezve kékbe látható, ez tulajdonképpen összefoglalja, hát nem mondom, hogy az összes Európai Uniós tagállamra vonatkozó törvényes öröklési szabályokat, de Magyarország benne van, az olasz jog benne van, francia jog benne van, német jog, osztrák jog benne van, és vannak még tengeren túli országok is ebben, tehát ez nem korlátozódik az Európai Unióra, még kevésbé az öröklési jogi rendelet tagállamaira. Erre támaszkodva készítettem el ezt az összeállítást. Na most az első kérdés ugyebár a törvényes öröklés rendjében mindig a leszármazók öröklése. És itt találhatjuk a legkevesebb eltérést. Mondhatnám azt, hogy ezen a területen tulajdonképpen a uniós rendelet tagállamai között nincs is jelentős eltérés az anyagi öröklési jogokban. Miért? Mert mindenütt lényegében, ha kimondják, ha nem mondják ki, törzsenkénti öröklés megy végbe, mint a mi PTK-nkban, hát gyermekek között osztódik, és a gyermekek után aztán jön a helyettesítés elve az unokákra. Ez közösnek tekinthető, a gyermekek között fejenként egyenlő arányban történik az öröklés, ez az úgynevezett per capita öröklés, tehát fejenkénti öröklés, és mint említettem, a helyettesítés elve érvényesül, a kiesett gyermek helyén örökölnek az unokák, elvileg így tovább lefelé az adott törzsön, az adott gyermek törzsön belül. E tekintetben tehát igazán különbség nincs. Egy különbség van, és erre szeretnék azért itt utalni, hogy abban az esetben, hogyha több gyermek van, és ezek közül egy vagy esetleg több is kiesik, akkor elvileg elképzelhető a törzsenkénti öröklés helyett a fejenkénti öröklésnek az érvényesítése. Mit jelent ez egy példával érve? Mondjuk azt, hogy van az örökhagyónak A, B, C gyermeke. Az A-nak van három gyermeke, tehát az A ágán van három unokája az örökhagyónak. A B-nek van egy gyermeke, itt egy unoka van, a C-nek van két unokája. Most kiesik mondjuk az A és a B gyermek. Nem éli túl az örökhagyót, vagy valami más kiesési jog forog fenn. Akkor a mi rendszerünkben, és még egyszer mondom, a legtöbb európai jogrendszerben változatlan a törzsenkénti öröklés elve érvényesül, vagyis azt jelenti, hogy a három gyermeke örökli az A örök részét, a B gyermek egész örök részét örökli az ő egy gyermeke, és C marad a helyén, mert ő nem esett ki. De vannak jogrendszerek, főleg Európán kívüli jogrendszerek, mondjuk az Amerikai Egyesült Államok államainak legalább a fele, az nem ezt az elvet követi, és itt Európában, az Unióban részes, Unióban nem részes egyelőre ebben a öröklési jogi rendeletben nem részes, Skóciában is más elvet követnek, nevezetesen azt, hogy ilyenkor
megint csak a fejenkénti öröklés elve érvényesül, tehát a kiesett gyermekek után nem a törzsenkénti öröklés érvényesül, tehát a példámban a gyermeknek az A1, A2, A3 gyereke, ezek unokái az A-nak, a B gyermek helyett a B, kis B, aki unokája az örökhagyónak, hanem ezek fejenként egyenlő arányba örökölnek, vagyis az A gyermek gyermeke az kap lényegében egy harmadnak a negyedét, vagyis egy tizenkettedet, mert kiesett az A és a B, és van a C-nek is két unokája az eredeti példámban, de ott az unokákig még nem él ez a kérdés, hiszen a C az még életben van. Vagyis harmadoltak a gyerekek, és az A gyermeknek a három unokája, az nem osztozni fog a saját kiesett szülőjének, a nagy A-nak az örök részén, hanem osztozni fog az unokatestvéreivel, az unoka-unokatestvéreivel, tehát a B és a B gyermekeivel. Na most ez az egyetlen tulajdonképpen lényeges különbség, amit a leszármazók törvényes öröklésénél, főleg, hogyha egy kicsit Európán is kitekintünk, tapasztalni lehet. Ezt úgy nevezik, hogy next of kin system, lényegében a per capita öröklés eredményezi a törzsenkénti öröklés helyett. Most ezt követően a legproblematikusabb kérdéssel fogok foglalkozni a túlélő házastársnak az öröklés jogi helyzetével. Hogy ez a legproblematikusan, azon nem lehet csodálkozni, hiszen a magyar jogfejlődésben is számos fejezetet lehet megállapítani a túlélő öröklésnek a öröklési státusában. Hát ha csak a legutóbbi változásra gondolunk, a 2013. évi 5-ös törvény ugye megszüntette azt, hogy leszármazók mellett a házastárs haszonélvezeti jogot kap a megváltásnak a lehetőségével, és egy gyermekrészt kapott a házastárs. Na most elsőként azt szeretném megállapítani, és ezen a dián erre vonatkozó példákat tetszenek látni, hogy általában megállapítható, hogy a túlélő házastársnak az öröklésjogi helyzete az nagyban javult, erősödött az elmúlt mondjuk 100 évben, de főleg az elmúlt 50 évben. Itt felírtam néhány példát, Olaszországban 975-ben, Franciaországban most pár éve, 2001-ben, 2006-ban, és nálunk pedig az új PTK 2013-ban változtatott a túlélő házastárs öröklési helyzetén. De egy kicsit visszább nézünk, és megnézzük, hogy hogy nézett ki ez a 19. században, akkor még nagyobb különbségeket tapasztaltunk. Tudnék, a Code Civilben 1804, a túlélő házastárs vér szerinti rokonok mellett nem örökölt legfőjebb, csak valami fajta haszonélvezetet. 1804. A német BGB egy szűk évszázaddal később, ugye az 1900-ban lépett hatályban, már radikálisan változtatott ezen, és leszármazók mellett is ad egy negyed részt ad az özvegynek. Ez ma is így van Németország. És aztán a 20. században még inkább felgyorsult ez a fejlődés, és ma ott tartunk, hogy tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a legkedvezőbb öröklési jogi státusa a legtöbb jogrendszerben a túlélő házastársnak van. Itt vannak azért nagy differenciák. Itt fölírtam a két szélsőséges esetet. A legkedvezőbb helyzete van az új holland PTK szerint, amely az öröklési jogi könyv az csak 2003-ban lépett hatályba, és az északi országokban, tehát a skandináv országokban és Finnországban, ahol tulajdonképpen leszármazók esetén is mindent a túlélő házastárs örököl, és tulajdonképpen ezek a jogrendszerek más technikával oldják meg, de magyarra fordítva azt merném mondani, hogy csak utóörökösök lesznek. Csak maradvány utóörökösök lesznek a leszármazók. Megörököl mindent a
túlélő házastárs, és az ő halála után örökölnek aztán mondjuk a gyerekek, vagy esetleg távolabbi leszármazók. Ez a legkedvezőbb pozíció, ha jól tekintettem át az európai jogrendszerek. A leghátrányosabb viszont a spanyol jogban, ahol tulajdonképpen még felmenők mellett, tehát nem csak leszármazók mellett, mert ez még magyar jogásznak is viszonylag ismerős lenne, hanem még felmenők mellett is csak legfőjebb haszonélvezeti jogot örököl a túlélő házastárs. Ez tulajdonképpen a mai világban, ez egy 1889-es törvény, a Código Civil, ez egy meglehetősen furcsa megoldás. És nem tudom, hogy meddig fogja tartani magát. Hozzá kell azonban tenni, és ezt is jelzem itt a dián, hogy egy öröklési jogi pozíciót egy házastársnál mindig csak a házassági vagyonjogi szabályokkal együtt lehet értékelni. Mert lehetnek olyan házassági vagyonjogi szabályok, amelyek a családjog eszközeivel kedvező pozícióba hozzák a házastársat, mint más jogrendszerben. De ha csak az öröklési jogi szabályokat nézzük, akkor ez a két szélsőséges eset, Hollandia, északi államok, mindent a túlélő házastárs, és Spanyolországban kis túlzással azt lehet mondani, hogy soha semmit nem kap tulajdonba, csak ha nincs más vér szerinti rokon. Tehát bizonyos értelemben itt a francia Code Civilnek a megoldása érvényesül még ma is. A második kérdés, amit a túlélő házastárs öröklési jogi helyzetével kapcsolatban érintenék, hogy mi a helyzete a túlélő házastársnak leszármazók mellett. Hogy ez mondjuk a legtipikusabb eset. Érdekes módon a vizsgált jogrendszerek közül mindössze két jogrendszer, a belga és a spanyol Código Civil tartotta meg a haszonélvezeti jogot. Tehát az, amit mi 2013-ban nagy viták közepette szüntettünk meg, az tulajdonképpen ma már a vizsgált öröklési jogi rendeletben tagállamnak tekinthető országok közül csak ebben a két jogrendszerben maradt fönn. A belgában ez még a régi Code Civilnek a módosítás nélküli eredeti Code Civilnek az öröksége, és a spanyol jogban pedig a 1889-es törvénynek a következménye. Itt annyit szeretnék még kiemelni, hogy tulajdonképpen a haszonélvezeti jog még 1800-as években, gondoljunk csak a magyar jogfejlődésre, egy meglehetősen kézenfekvő megoldás volt. Időközben azonban ugyanazok a társadalmi mozgások végbe mentek az európai jogrendszerek döntő többségében, ami nálunk is. Tehát változtak a vagyontárgyak, amit örökölni lehet, változott ennek a vagyontárgy tömegnek a tartósága, szaporodtak az új házasságok, és ehhez képest az új családok keletkezése. Tehát mindazok a mozzanatok, amelyek Magyarországon is a 2013-as törvényben a haszonélvezeti jognak a feladásához vezettek, ezek végbe mentek Európa szerte, de ennek a konzekvenciáit két állam még nem vonta le, nevezetesen Belgium és Spanyolország. Spanyolországgal kapcsolatban zárójelben egy nagyon fontos körülményt szeretnék csak fölvillantani, nevezetesen. Spanyolország különösen az öröklési jog területé egy tucat belső jogrendszerre tagolódik. Tehát a spanyol polgári törvény, amiről én folyamatosan beszélek, ez nem érvényesül Spanyolország egész területén. Meg nem csak Katalóniában, amelyikről ezt könnyen elhisszük, hogy ők önálló úton járnak, hanem más tartományokban, Spanyolországban vannak külön szabályok, különösen az öröklési jog területén. Tehát az, hogy most mikor érvényesül a spanyol PTK, és mikor ezek a tartományi helyi jogok,
ez egy kicsit messze vezetne erre, itt most nem térek ki, csak jelezni akartam ezt is, hogy nem úgy van, hogy a BGB az egész Németországban törvény, a PTK az egész Magyarországon, a Codice Civile egész Olaszországban, a Code Civil egész Franciaországban, a Codigo Civil Spanyolországban nem minden területen érvényesül. Na most, ha nem haszonélvezeti jogot örököl a házastárs, akkor a túlélő házastárs, akkor ugye van egy közbülső megoldás, hogy választhat a haszonélvezeti jog öröklése, vagy egy meghatározott állag öröklése között. Ez pillanatnyilag a helyzet a francia jogban, a legutóbbi módosítások után. És a harmadik megoldás, ami lényegében nálunk is most már, 2014. március 15-e óta érvényesül, hogy egy állagot örököl a házastárs. Na most, hogy az mekkora az az állag, az megint különböző, itt néhány példát írtam föl. A francia jogban egy negyed, az osztrák jogban egy harmad, nálunk ugye egy gyermekrész, és a lengyeleknél is egy gyermekrész, azzal a szerintem nem egészen fölösleges korrekcióval, hogy egy gyermekrész, de minimum egy negyed. Na most ugye lehet erre azt mondani, hogy a magyar jog még nem csinált legalább egy ilyen korlátot, hogy mondjuk, ha nem tudom, valakinek van öt gyermeke, akkor ne egy hatod örököljön, hanem akkor is kapjon legalább egy harmadot vagy egy negyedet minimum. Erre azt tudom mondani, hogy ez a lehetőség fölmerült a 2013-as PTK kodifikálása során, de tulajdonképpen sajnálatos módon nincs olyan gyerekbőség, ami mondjuk három gyereknél többel történő osztozkodást kívánna meg a túlélő házastársa. Ezzel együtt önkritikusan megmondom, hogy ha most megcsinálnánk újra ezt a részét a PTK-nak, akkor lehet, hogy ezt a lengyel ötletet átvennénk, hogy egy gyermekrészt kapott is kiindulásként, de egy harmadot mindenképp, egy negyedet mindenképpen megkap. Ez tehát a túlélő házastárs helyzete leszármazók mellett. Második fő lehetőség a túlélő házastárs öröklési pozíciója, felmenőkkel és oldalrokonokkal történő osztozkodás esetén. Hát itt aztán elég nagy a választék, és ez talán jól mutatja, majd lesz még erre néhány hasonló példa, hogy az egységes öröklési jogi rendelet mögött nagy különbségek vannak az egyes öröklési jogokban. Tehát nem mindegy, hogy adott esetben hol volt az utolsó szokásos tartózkodási hely az örökhagyónak. Az örökhagyó ráadásul egy bizonyos választási jogot is kap az öröklési jogi rendeletben, hogy választhatja az állampolgársága szerinti jogot is. Most ez megint egy kicsit játék lehetőség az örökhagyó kezében. Tehát ezért érdemes mindig megnézni, hogy milyen joghoz vezet az utolsó tartózkodási hely, vagy az örökhagyó jogválasztása esetén az állampolgárság szerinti jog. Nagyok a különbségek. Az angol és a dán jogban, ezek ugyan kívül vannak az öröklési jogi rendelet hatáján, mint mondtam, de ettől függetlenül a szokásos tartózkodási hely, vagy az állampolgárság ezeknek a jogoknak az alkalmazásához is vezethet. Tehát ezek egyáltalán nincsenek játékon kívül, amikor mérlegeli az ember, hogy milyen jogokat alkalmazza. Ebben a két jogban tulajdonképpen felmenőkkel és oldalági rokonokkal, tehát szülőkkel például, hogy a legközelebbi felmenőt mondjam, vagy testvérekkel, hogy a legközelebbi oldalági rokont mondjam, teljes hagyatékot a túlélő házastárs kap. Most vannak aztán moderáltabb megoldások, például az osztrák jog, az ABGB, az kétharmadot ad a szülőknek, vagy szülőkkel, nagyszülőkkel, és ezek leszármazóival történő osztozkodás esetén a túlélő házastársnak.
Tehát szülők esetében is kétharmad túlélő házastársé, és egyharmad az adott felmenő rokonoké vagy oldalrokonoké. Ugye, ha arra gondolunk, hogy a magyar PTK ilyen esetben, például a szülőkkel, nem minden esetben, a nagyszülőknél már nincs ilyesmi a magyar jogban, mint tudják, de szülők esetében feleződik a hagyaték. Fele a túlélő házastársé, fele a szülőké, tehát ha mind a két szülő él, akkor egynegyed a szülőké. Most ez az osztrák jognak a legfrissebb megoldása, ez sokkal bőkezűbb a túlélő házastársal szemben, mert kétharmad mindenképpen az övé, és az egyharmadon osztozkodnak mondjuk a szülők, vagy az egyik szülő és a testvérek. Na most például a francia Code Civilben, vagy a lengyel PTK-ban, vagy a norvég jogban, és a magyar PTK-ban van ez a megoldás, amire az előbb utaltam, hogy felezi a túlélő házastárs a hagyatékot a szülőkkel, de csak a szülőkkel. Most érdekességként mondok még egy újabb variációt, a német BGB-ben van az, hogy egy kedet örökölnek a szülők, nagyszülők, leszármazók mellett, tehát a fele hagyaték lesz a túlélő házastársé. De nem csak szülők mellett, mint a magyar jogban, hanem adott esetben nagyszülők mellett. Sőt, adott esetben a szülők, illetve a nagyszülők leszármazói, tehát testvérek, nagybácsi, nagynéni mellett is. A magyar jog e tekintetben szerintem egy olyan arany középutat fogadott el, mert látjuk, hogy vannak bőkezibbe a túlélő házastárs javát szolgáló megoldások, és vannak kicsit fukarabbak is. Most végül a túlélő házastárs öröklésével kapcsolatban egy kérdést érintenék, nevezetesen ezt a örökhagyóval közösen használt lakás és szokásos berendezési és felszerelési tárgyak problémáját. Ezt nem csak a magyar jog ismeri, hanem mint látják, hogy más jogokban is megvan ez. Például az osztrák jogban ezt egy előhagyomány formájában biztosítja az osztrák PTK. Nálunk ugye haszonélvezet formájában biztosítja a PTK. És vannak olyan jogrendszerek, itt néhány példát erre is hozok föl, hogy adnak használati jogot a túlélő házastársnak az adott jogrendszerek, de ezt le kell vonni az egyébkénti örökségükből. Ugye a magyar jogban nem kell ezt levonni. Ez egy kiegészítő juttatása a túlélő házastársnak, de például a francia jogban tételes szabály van erre, a Code Civil 764, stb. Cikkelyei, az olasz jogban pedig pár évvel ezelőtt egy legfelsőbb bírósági döntés mondta ezt ki, hogy használhatja az özvegy azt, amit megszokott, lakást, berendezési tárgyak, stb., de azt le kell vonni az esetleges egyéb örök részéből. Hát ennyit kívántam elmondani a túlélő házastársról, és akkor befejezésül még röviden utalnék a felmenők és oldalrokonok öröklése területén megmutatkozó különbségekre. Itt lényegében három öröklési rendszert ismernek ezek az országok. Az egyik olyan, mint a miénk, ez a bizonyos parentéláris rendszer. Hát szülők és azok leszármazói, egy felmenői parentéla, nagyszülők és azok leszármazói, egy másik parentéla, és így tovább, hogy az új PTK most még a dédszülői parentélát is teljes parentélává tette, mert elvileg, ha van ilyen, a dédszülő leszármazója is örökölhet. Hát ez persze nagyon sok mindenkinek kell kiesni, hogy ez nem igazán mindennapi probléma. Ez tehát a parentéláris rendszer. Ugyanezt lényegében ezt az osztrák PTK vezette be először. Érdekes módon onnan vették át még a németek is. 100 évvel később onnan vettük át mi is. Meggyőződésem szerint ez azt hiszem a felmenők és oldalrokonok igazságos részeltetésének a legjobb megoldása. De azért fölvillantom a két másik rendszert is.
A másik, azt úgy azt szokták mondani, hogy ez a francia rendszer, a Code Civilben, amelyben a szülők és a testvérek egyszerre örökölnek. Tehát a testvér nem csak a szülő kiesése esetén örököl, hanem a szülővel együtt is. És pedig felezi a Code Civil ezt a ilyenkor a hagyatékot, ők alkotják az első felmenő és oldalági csoportot, akkor ha az kiürül, akkor jönnek a további felmenők a második csoportban, és végül a testvéreken felül elhelyezkedő oldalági rokonok, azok a harmadik öröklési csoportban kapnak csak lehetőséget az öröklésre. Most a legfurcsább e tekintetben is számomra a spanyol Código Civil, amely egy háromosztályos rendszert alakít ki erre az esetre, hogy felmenők és oldalrokonok. Minden felmenő örököl először az első csoportban, független attól, hogy milyen távol van az örökhagyótól. Az oldalági rokonok pedig egy külön csoportot képeznek. Tehát itt elvileg a testvéreket minden felmenő megelőz. Ez mondjuk a mi felfogásunk szerint meglehetősen furcsaként hat, hogy mondjuk az örökhagyó testvérét megelőzi adott esetben egy nagyszülő, vagy adott esetben akár egy dédszülő is. Ez a három fő rendszer van, és akkor ezen a három alapvető rendszeren kívül vannak még mondjuk így nemzeti sajátosságok. Az egyik az pont a hungarikum ági öröklés. Egy francia öröklési jogi kuriózumot említenék itt meg ezen a dián, ez a bizonyos La Fente successorral, amely első olvasásra hasonlít a magyar ági örökléshez, de alapvetően mégis különbözik. Tudnék, a magyar ági öröklésnek, mint a magyar kollégák jól tudják, a kiinduló pontja azon kívül, hogy ne legyenek leszármazók, ez a francia sajátos öröklésnek is előfeltétele, de az is előfeltétel a magyar jogban, hogy ez egy ágról származó vagyonra vonatkozik. A francia jogban meg ez a sajátos megoldás, hogy az anyai ágra is adnak a hagyatéknak a felét, és az apai ágra is adnak felét, ez független attól, hogy melyik ágról származott a vagyon. Tehát alapvető különbség ez a francia különlegesség a magyar ági örökléshez képest. Tisztelt hallgatóim, kedves kollégák! Röviden, lényegében a bevezető gondolataimhoz térnék vissza, és összegezésként azt mondanám el, hogy amint az előadásomban tulajdonképpen nem kimerítően, de azért a lényeget összefoglalva, az anyagi öröklési jogoknak a különbségére itt elmondtam, azt mind lefedi az öröklési jogi rendelet. Természetesen csak a maga lehetőségei között. És az öröklési jogi rendeletnek, mivel kollíziós normákat, joghatósági elismerési végrehajtási normákat tartalmaz, csak az a lehetősége van meg, hogy minden részes állam, minden fóruma ugyanannál a jognál kössön ki. De hogy melyik lesz az a jog, azt vagy az örökhagyó utolsó szokásos tartózkodási helye, vagy jogválasztás esetén az ő állampolgársága dönti el. És ez rendkívül különböző anyagi öröklési jogok alkalmazásához vezet. Köszönöm szépen a figyelmet!